Közel 3 hónapos szünet után versenyezhettek ismét a nyíregyházi úszók. A hajós Alfrid Kupa debreceni állomásán 40-en képviselték a sportcentrumot. Mint Urbin Tamás szakágvezető elmondta, a kényszerszünetben volt ugyan némi lemorzsolódás, de a fiatalok már nagyon várták, hogy versenykörülmények között is megmérettessék magukat. Az eredményekre nem lehet panasz, mivel 25 érmet szereztek a nyíregyházi versenyzők, akik már az új városi úszodában tréningeznek. A szakágvezető szerint több évtizedes álmuk vált valóra. Én azt mondom, hogy megérkeztünk. Olyan helyre került az úszás, az úszó szakosztály a városnak köszönhetően is, illetve az eddigi befektetett munkának köszönhetően, hogy itt már minden adott ahhoz, hogy nagyon jó eredményt tudjunk elérni. Értem ezt a legkisebbektől kezdve az élversenyzőkig. Itt minden lehetőség megvan a kondicionális képesség fejlesztésétől, az 50 méteres medence, illetve 25 méteres oktatótól kezdve, hogy nagyon jó eredményeket és rengeteg sok gyereket tudjunk mozgatni. Hatházi Dóra 4 számban állt rajtkőre, és mind a 4 táv végén elsőként csapott a célba. A 100 és 200 pillangó mellett 100 gyorson, valamint 200 vegyesen is a legjobbnak bizonyult a 16 éves versenyző. Nagyon hiányzott a versenyzés, és már nagyon vártam, hogy végre jó időket úszhassak, ez megvolt, bár a 200 pillével kicsit elégedetlen vagyok, de úgy gondolom, hogy a 100 pille után 2-3 perccel ez az idő mégsem olyan rossz. Szurovcsák Ivett a 100 méteres mellúszásban egyéni csúcsához közeli idővel végzett az éven, 200 vegyesen pedig a második helyet szerezte meg. Szünetünk az úgy nem volt, tehát a versenyben volt szünet, de edzésbe az ment folyamatosan. Én meg vagyok elégedve az időeredményemmel, mert ugye nem készültünk mondhatni egyáltalán a versenyre. 100 mellen közel az egyénimhez úsztam, illetve úsztam 2 vegyest, amit nem szoktam ugye versenyeken, és az kimondottan jól esett most. A nyíregyházi úszók közül 68-an legközelebb október végén a debreceni medencés hosszú távúszó bajnokságon állnak rajthoz. Novemberben Budapesten rendezik meg az összevont serdülő és ifjúsági bajnokságot, majd december elején Kaposvárad otthont a tavaszról elhalasztott felnőtt országos bajnokságnak.